Szeretettel köszöntök mindenkit, én a Gyűrűk Ura Cosplay Klubnak a tagja vagyok. Még 13, 14 vagy 13 harcias törp is meg tudja változni akár a csata menetét, és ugye Szaloin, ugye a Durin királyok leszármazottjaként hogyan veszi át a hatalmat és próbálja megfordítani a csata, illetve a háború menetét. A kis előadásunk Durin fia és a Hét Királyság történetéről fog szólni. Röviden, tömören megpróbálok úgy kb. 10.000 éve történelmét besűríteni egy közel 20-25 perces előadásba. Ebbe az előadásban bemutatom a hét törp királyságot, a történeteit, illetve egy kis további útmutató magáról a egyes főszereplők élettörténetéről, illetve hogy a kuzdó nyelv, amit ugye nagyon titkos a törpök tekintetében, miről is szólhat és miről is van, és erről is egy kis videót fogok majd bemutatni. Teremtés mítosz. Gondolom, hogy hogyan is jöttek létre a törpök, hiszen ugye Gimli azt mondta a második részben a két toronyban, hogy a törpök egyszerűen csak kinőttek a földből és megjelentek. Hát ez majdnem így van, de mégsem. Az egyik teremtő istenük, aki Aulénak hívják, annyira türelmetlen volt, hogy úgy döntött, hogy megteremti a saját kis törp népét, hogy ezáltal legyen egy harmadik faj is középföldén. Az őt alkotó isten Iluvatar viszont ezt nem igazán nézte jó szemmel, és el is akarta pusztítani, úgyhogy Aulé által kiadja ezt a parancsot. Ez ugye a képen is meglátható, de végül annyira megesett a szíve Iluvatarnak, hogy úgy döntött, hogy mégiscsak megmenti az életüket, de viszont az elsőszülöttek előtt nem jöhetnek nem kelhetnek föl, és csak majd a másodkorban, elsőkorban, amikor majd a tündék életre kelnek, fölkelnek, akkor jöhetnek majd a törpök. Ez be is tartotta ezt az ígéretét, és a törpök hét alapító atyát el is altatta, hogy amikor eljön az idő, akkor majd fölkelnek. Durin a halhatatlan. Durin volt a hét atyák közül a leghatalmasabb és a legbölcsebb, és ő Khazad-dûm tájékán, Szent Gundabad hegyén ébredt föl. Ezért is mondom, hogy Gundabad egy érdekes, hiszen a Hobbitban is szerepel, ugye az orkok erődjeként, de eredetileg Gundabad az egy törp királyság volt, az egyik a hét törp királyság közül, ami által ugye létrejöttek és fölkeltek a hét törpök, és utána kelet tervezték fel a többi királyságot is. De köztük első Durin a halhatatlan. Miért is Durin a halhatatlan? Azért, mert több mint 600 évig élt, és ezáltal ugye minden törpöt túlszárnyolt, korban, illetve magában, tudásban, és az utána jövő utódok annyira hasonlítottak rá, hogy mindig azt hitték, hogy ő végülis az újjászületett Durin, és így halhatatlanná válik. A Durinoknak összesen 7 leszármazottja volt, és amikor mondták, hogy a 7. Durin meghal, akkor fog majd a törpöknek leáldozni. Persze a történet szerint szerencsére ez nem így történt. Durin, amikor fölébredt és magát öntudatára ébredt, úgy döntött, hogy akkor délre költözik, és akkor meglátta Khazad-dûm hegységét, és Móriát megalapította. Móriának ez a címere a jobb oldalén található. Minden egyes több királyságnak megvolt a maga címere és maga története, illetve Durinnak az 5 csillag, 7 csillag, ugye a 7 atyát jelenti, a korona ugye az a törpök egységesített koronája, illetve a maga a kalapács is az ülő, hiszen maga a kovácsolás szeretete, az pont a teremtő istenük által alakult ki, és ezért is szeretnek nagyon a földben, illetve azon belül is ugye alapítani, alkotni, teremteni és fúrni ugye lyukakat, magát bányákat létrehozni. És akkor jöhet is az első királyság, Mória. Mória királysága az egyik leghatalmasabb és a legősibb volt. Ez a királyság volt minden törp királyságnak az elsője. Magá a tornok, a roppancsarnok, amit ugye Gandalf is bemutat a filmben, lehet mutatni, hogy lehet, hogy egy kis népről beszélünk. Az átlag magasság olyan 130 és 140 centi között volt egy törpnek, de viszont mindig igyekeztek hatalmas, monumentális épületeket vagy csarnokokat építeni, ezzel is megmutatva, hogy kicsi nép, de viszont hatalmas tettekre képes, és ezt az építészetben próbálták minél jobban ugye megnyilvánítani. Itt is van egy térkép, hogy is nézhetett ki Khazad-dûm vagy Mória.
Mória rengeteg csarnokból, rengeteg épületből és várokból állt, amik ugye összekötötték a köthegységet a nyugati és a keleti részéről, hogy ezáltal ugye a többi királysággal is el lehessen érni, el lehessen jutni. Így akkor egy fontos közlekedési csomópont volt, illetve pluszban úgyban rengeteg ásvány kics köztük is, ugye a mitril biztos, hogy hallottatok róla, ami az egyik legfontosabb ásványi anyaga volt ugye ennek a királyságnak. Mitrilből készültek a legerősebb páncélok, amik persze pehelykönnyűek voltak, de erősebbek, mint a gyémánt, ugye, hogy ezt Bilbo is mondta Frodónak. De viszont, amikor a királyság egyre erősebb lett, egyre hatalmasabb az első kor végén, akkor Sauron úgy döntött, hogy ezt a királyságot megtámadja, és elveszi azt, ami az övé, amit lehet. Viszont a móriai törpök úgy döntöttek, hogy inkább ostrom alá veszik magukat, és bezárnak minden kaput. Ez több mint 600 évig sikeresen is működött, hiszen nem találták se az orkok, se ugye a Sauron szövetségesei a Móriához vezető utat, és így a törpök elkezdtek egyre mélyebbre, egyre hatalmasabb tárnákat építeni, mely által ugye fölfedezték a Balrogot, az utolsó ilyen démont az ősvilágból, aki megölte második Durint, és ezáltal a törpöket is kiüzette a Móriából. Mória királysága több mint 600 évig szintén üresen állt, míg végül az orkok, mivel Balrog ott uralkodott egyedül, az orkok oda költöztek, istenükként imádták a balrogokat, és ezáltal a királyság elveszett a törpök számára. Amikor ez a királyságban az orkok úgy döntöttek, hogy lerohanják a harmadkor tájékán ugye a magányos hölgyet az ötsereg csatájában, az orkok javarésze elpusztult. Illetve a több tünde csatában is szintén. Amikor ez a királyság viszonylag üresen állt, akkor Bálin, a 13 törpe egyike úgy dönt, hogy akkor megpróbálja visszaszerezni Móriát, sajnos sikertelenül, és ugye el is bukik. És majd csak a negyedkor végén, vagy negyedkor elején, amikor már szinte minden orkfészket és ork tanyát elpusztítanak, mind a törpök és mind a újra megerősödött Gondor, akkor tudják csak a törpök megszerezni újra Móriát. Ezen a kis térképen találhatók maguk a királyságok is, hogy merre is találhatók. Ugye itt északon, délen, nyugaton, északon vannak javarészt, ugye, ahol a hegységek találhatók, a törpök négy nagy királysága. Nyugaton található Szorinnak, ugye, amikor a Erebor elesik az új tanyája, illetve maga a kétség ősi birodalma. Délen Mória, illetve majd amikor a negyedkor elkezdődik, Gimli a Helmszurdok alatt lévő csillagok barangdúban megalapítja az új királyságot, ahol rengeteg törp fog hozzá csatlakozni. Az ősi Gundabad királyság, amiről ugye beszéltem is, ez a királyság volt az egyik első olyan királyság, hiszen ugye rengeteg, itt volt a törpök hétatjából négy, aki ugye itt kelt föl köztük első Durin, ez igazából egy szent hegy volt számukra, és itt alapult meg a második törp királyság. Ez a királyság a másodkor végéig virágzott, amikor is a sárkányok és az orkok elpusztították ezt a királyságot, és átvették az irányítást, ami egészen negyedkor elejéig is megmaradt, hiszen az öt sereg csatája után tény és való, hogy a sereg javarésze elpusztult, de még mindig jelentős erődítmény volt az orkok számára, és amikor Sauron végleg elbukott, akkor tudták csak a törpök újra kiverni őket és átalakítani a maguk módjára. Maga a váron is, ahogy lehet nézni, javarészt ugye törp jellegzetességek is vannak, hiszen az orkok lehet, hogy szeretnek átalakítani, elcsúfítani dolgokat, de azért a több jellemzők, a szögletes és geometrikus formák még ezen a váron is megtalálhatók. A Zöldhegység királysága. A Zöldhegység az Erebor, illetve Mória között található királyság volt. Ez a hegység, ez a királyság szintén a harmadik olyan királyság volt, amit létrehoztak a törpök. Ez a királyság egészen a harmadkor végéig is, negyedkorban is fent állt, viszont jelentős csapásokat kellett mind a sárkányoktól, mind az orkoktól és Saurontól elszenvedniük. Erről még Tolkien is írt egy külön esszét, ami fönt található egyébként az interneten, ez pedig ugye a Zöld Hegység királysága Tolkientől.
Itt meg látszik is egyébként, hogy maga egy sárkány az, ami ugye a királyságot majdnem romba döntötte, de pontosan tanulva a törpök Erebor pusztulásából meg tudták állítani a sárkányoknak a támadásait, és fent tudott maradni ez a királyság a negyedkorban is. Kékhegység királysága. Ez a királyság volt a negyedik olyan királyság, amit létrehoztak, és nyugaton található volt. Ezt a királyságot Nógrodnak is hívják, hiszen amikor még Beleriand az első korban létezett, a régi Nolda Tünde királyságok, akkor javarészt ez a törp királyság volt, ami állandó kapcsolatban... Hopp, most már van, oké. Maradt ez a kapcsolat ugye a tündék között. Voltak jó, voltak rosszabb időszakok, itt alakult ki az első tünde törp háború is, de ez a királyság, mivel messze volt Mordortól, így akkor ez fennmaradt, és számos menekülő törpnek maradt ez otthonául, főleg amikor Erebor, illetve Gundabak vagy Mória elpusztult, számtalan törp ide menekült, köztük ugye Szorin is, apja Szor és ugye Sráin is, és megalapították egy délebbi királyságot, ugye ami Szorinnak a uralkodó háza lett. Ez a királyság szintén önmagába véve hatalmas kiterjedésű volt, és hatalmas monumentális várakat építettek hatalmas barlangjaiba, ez ugye látszik is ezen a képen. Egy kicsit hasonlít is Minas Tirithre, nem véletlenül, hiszen amikor a Numenóriak építették Minas Tirith-t, akkor a törpök segítségét is kérték abban, hogy a teljes hegyet átalakítsák egy erődítményé, így akkor ugye az egész Minas Tirith, mint akár csak ugye a két hegység királyságának a fővárosa, egyetlen egy állók kőtömbből van, így akkor ezért is nehezen tudták bevenni a orkok ugye Minas Tirith várát. Kékhegység királyságát pedig abszolút nem is tudták. A Vasdombok királysága. A Vasdombok királysága pedig az egyik utolsó olyan törp királyság volt, amit létrehoztak, hiszen amikor elpusztult Gundabad és Mória, akkor köztük harmadik Durinnak a fia Goror, aki egyébként Vaslábú Dáinnak volt az apja, úgy döntött, hogy akkor kicsit keletebbre költözik, egészen a Rünt térség fölfelé, fölfelé költözik, egy távolibb hegység felé, és ez a Vasdombok voltak. Hát ugye a nevében benne is van, hogy miből is gazdag ugye ez a királyság, ugye a vasból, amivel ugye kereskedtek a déli emberekkel, ugye illetve számtalan olyan fegyvert is építettek ebből, amivel ugye meg tudták erősíteni ezt a királyságot. Ez a királyság az északi háborúban voltak inkább jelentősebb tevékenységei, amikor Azog, illetve Bolg elpusztult, és Sauron utána küldte az északi seregeket, akkor ezek voltak a legerősebb ilyen törp királyságok, amik meg tudták állítani az északi erőlenyomulást, és Erebor újjalakult királyságában is segített. Ha most csak belegondolunk abba, hogy 13 törp, illetve 500 vasdombi törp meg tudta változtatni a csata menetét az öt sereg csatában, ahol több mint 10 000 orkkal szemben álltak, itt a Vasdombok királyságában több mint 15 000 ilyen harcos volt teljes vértezetben, illetve olyan fegyverekkel állt, amit a filmekben is láthattunk. Hát nem sok esélyük lehetett egyébként az északi mordori erőknek, és ebbe tény is való, hogy ugye nagyon sok csatában vettek részt, hiszen eléggé egy harcias népség volt. Ugye köztük az élen ugye Vaslábú Dáinnal. Ugye miért is Vaslábú Dáin? Ez nem véletlenül van. Ezt a nevet akkor kapta, amikor a Móriai csatában megküzdött, ugye ez a könyv, és nem a filmből beszélünk, hanem a könyvben, ugye amikor az orkok és a törpöknek a háborújának a lezáró momentumában Móriában megküzd Azoggal, ugye ő az, aki meg is öli Azogot, és ugye ez egy hihetetlen haditett volt számára, hiszen akkor ő még egy ilyen finoman bakvisnak le is lehetett nevezni, hiszen átlagosan egy törp olyan 300-400 évig él, ő 50 évesen megcselekedte ezt a hadműveletet, vagyis igazából egy tinédzser korban megölte az egyik legerősebb ork vezért. Azért ez elég nagy haditett. És ugye amikor az apja eltávozott, akkor ő vette át a királyságot, eléggé bölcsen, illetve igyekezett harciasan is védeni a saját népét és saját territóriumát, illetve mivel Szorinnal is maga a Durin fiakkal is kapcsolatban állt ugye családilag, így akkor persze támogatta, amiben tudta. Az egyik ilyen legtávolibb és egyben legmesszebb lévő törp királyság, amit ugye létrehoztak a törpök, ez nem más,
mint a Vöröshegység királysága. Erre a királyságról nagyon sok mindent nem is tudhatunk, hiszen igazából a Tolkieni regékben nagyon nem is lehet beszélni, de ez az utolsó ilyen elsőkori királyság, a hetedik királyság, ami létrejött, és egészen a harmadik, negyedik korig virágzott, hiszen nagyon a déli háborúk, amiket Mordor és Sauron indított, ezekben a régiókban ugye nem is volt nagyon mérvadó, viszont ugye Sauronnak voltak a keletlakok, mint szövetségese, amiben én is ebben a páncélban találhatok, ők folyamatosan zaklatták ugye a törpöket, végül ugye mivel belátták, hogy a törpöket nem lehet megingatni, nem lehet kipusztítani, kiirtani ebből a hegységből, így akkor szövetséget, illetve kereskedelme szerződéseket kötöttek, és így mind a keletlakók, mind Mordor olyan fegyverekhez jutottak, amik ugye törpök készítettek, hiszen a törpök bárkinek eladtak bármit, hogyha azt rendesen megfizették. Ez függetlenül olyan volt, hogy ugye aki fizet, rendesen fizet, annak ugye akkor odaadjuk. Független attól, hogy jó vagy rossz az a karakter. És úgy volt a Vöröshegység királyságában is. Ez a királyság a negyedkorban is fennmaradt, pláne akkor, amikor ugye Gondor újjászületett birodalma elpusztította, vagy behódoltságra állította a keletlakókat, és így közvetlen kapcsolatba került a többi törp királysággal is, ugye a gondori királysággal is fellendült a kereskedelem, illetve a további terjeszkedések a középfölde belseje felé. És persze ugye az a királyság, amit ugye 8. királyságnak illdomos nevezni, de ugye a hetedikhez tartozik, hiszen amikor Mória után Móriát elvesztették a törpök, akkor kellett egy új főváros, vagy egy új első birodalom, és ez nem más volt, mint az Erebori királyság, hiszen mind hatalomban, mind gazdagságban, mind kincsekben felülmúlta Móriát, és ezért ugye a Durin fiak, vagyis a Durin leszármazottak úgy döntöttek, hogy akkor itt alakítják ki az új királyságukat az másodkor elején, és ez a királyság egészen ugye a harmadkor közepéig is megerősödött, amikor ugye, mint tudjuk, Smaug elpusztította ezt a királyságot, ugye Sror király, Sráin király ugye el is vesztette a trónját, miközben ugye ezen a hatalmas csarnokban és birodalmában uralkodott. Hopp, kicsit visszább. Kicsit ugye uralkodott, és végül ugye, amikor a háború ugye eljutott ugye az ötsereg csatájával, akkor visszaszerezték a törpök, de ez majd egy kicsit tovább. Ami még érdekes ugye a törpök tekintetében, ugye a hét királyságot így gyorsan, egy gyors talpoló tekintetében bemutattam, ugye az pedig a nyelvük. Ez olyan titokzatos, olyan érdekes nyelv, ugye a kuzdú nyelv, hogy ugye ez csak a törpök egymás közt beszélgetik, és nagyon sokat nem is lehet róluk tudni, hogy végül is miről szól, de ha megnézitek, akkor javarészt ez a rovásíráson alapul ez a nyelv. Ez a rovásírás igazából a miénkhez is hasonló, ugye itt vannak, hogy miből is, hogyan, ugye milyen nyelvek vannak, és egy kis érdekességgel szolgáltattam, hiszen ugye a Hobbitban ugye a törpök, a csatakiáltásaikat javarészt ugye tűn törp nyelven mondják, és nincsenek ezek lefordítva. Viszont egy lelkes Gyűrűk Ura rajongó, és illetve Hobbit rajongó úgy döntött, hogy ezt lefordítja kuzdúról angolra, és így akkor, hogyha egy kicsit értetek angolul, akkor lehet is érteni, hogy miket is mondanak ezek a harcias törpök. És mehet is a videó. Thank you.
átlagosan mindig, amikor beszélgetünk a Hobbitról, akkor mindig megkérdezik tőlem, hogy ez a Dubekár, ez mit jelent? Hát szerintem most már akkor ti is tudjátok, hogy a Dubekár ez mit is jelent igazából, az pedig az, hogy fegyverbe! Nos, ami még ugye még fontos megjegyezni ennél a történetnél, hogy ugye ez a törp és ork háború olyan veszteséget okozott a törpöknek, hogy ugye ezt az ezerkönyv csatájának is lehetne nevezni, ami ugye a tündék, emberek és az orkok között zajlandó volt, hiszen akkora veszteségeik voltak, ugye, amit mondott is ugye Bálint, hogy nem ültek tort, hanem ugye akkor inkább elsiratták és ugye eltemették a halottaikat. Viszont ugye a törp-tünde ellentétek ugyanúgy fenn voltak, és ugye ez a csatában meg is mutatkozott is, amikor összevesztek. És ez igazából egy ilyen ősrégi történet volt, amikor ugye a törpök észrevették, hogy van egy Silmaril a tündéknek, és ugye ezt a Nauglamir nevezetű nyakláncba rakták bele, és ez annyira megtetszett a törpöknek, hogy ugye ezt nem akarták ugye odaadni a tünde királynak, Tingolnak, aki ugye Melian volt a felesége, és ezáltal ugye akkor az emberek és a Numenóriaknak volt az atya, ahogy veszük közvetlen módon. Ugye amikor Tingolt, az egyik legelső ilyen nagy tünde királyt megölik a törpök, ez az úgynevezett törp és tünde ellentét el lett ugye vetve, és egészen a negyedkor elejéig ugye fent is maradt, amikor ugye Gimli és Legolas összebarátkozásával végül ez ugye megszűnt, és örök barátságot kötöttek ugye a tündék és a törpök, és rengeteg közös munkát hajtottak végre, hiszen amikor Gimli úgy döntött, hogy ugye megy a Legolas barátja után a nyugatra, akkor ezt megengedték nekik a tündék is, illetve az istenek is. A törp-ork háború, ugye számos törp-ork háború volt, de ez volt ugye az egyik legvéresebb, amikor is ugye Thrain királyt ugye megölte azok Mória kapujánál, és a törpök úgy döntöttek, hogy akkor bosszút esküsznek ugye Durin egyik leszármazottja által, és az összes ork királyságot köztük ugye Móriát is megpróbálták elpusztítani és visszafoglalni. Persze ez nem sikerült nekik ugye az ott anyázó Balrog által, viszont az orkokat visszavetették ugye terjeszkedés tekintetében, és így igazából így el lehetett akkor kezdeni ugye a többi déli területeken is terjeszkedni, hiszen az orkok annyira megfogyatkoztak, és csak az ötödik sereg családában lehetett ugye megmutatni azt, hogy ők végülis milyen ekkora erővel, potenciával rendelkeznek, mint ugye a hátsó sorban lévő ork kollégára nézve. Ezt a képet azért raktam föl, hiszen ők az ugye a 13 egyik legnépszerűbb és ugye legismertebb törp, hiszen az ő cselekedeteik által ugye a Erebor királysága újra felszabadul, Smaug elpusztul, az orkok megfogyatkoznak, és ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy amikor majd a gyűrű szövetsége megváltoztatja a történelem menetét, ennek ugye szintén van egy ilyen ugyanilyen folyamata, hiszen ugye az egy gyűrű, ugye megszerezve Bilbo, Sauron nem tudja kiterjeszteni a hatalmát egész középföldére. Ugye a filmbeli azok, aki egyébként a könyvben Bolgnak nevezik, azok ugye megpróbálja visszaszerezni ugye Erebort, ami ugye persze az ötsereg csatájában nem sikerül neki, és ugye el is veszíti ezt a csatát. Persze nagyon heroikus és nagyon látványos csatajátet csinált, és tett nekünk le Peter Jackson az asztalra. Ezt köszönjük is neki. És ugye ebben a csatában, az ötsereg csatájában el is veszélytik ugye az orkoknak a legjava, és a törpök ugye újra meg tudják megvetni a lábukat Ereborban, és ugye ennek a királyságnak lesz majd a király, az első királya, Dain, vaslábú Dain, ugye az első Dain, második Dain névem. Ez a királyság több mint 70 évig virágzásnak indul, és ugye meg is erősödik a királyság, ugye Suhatag városa is létrejön, megerősödik, és így akkor bátran szembe tudnak szállni az ellenséggel, ugye a gyűrű háborúban, az északi háborúban, amikor is az északi sereg, amit ugye javarészt a kelet lakók, orkok és ugye egy Kamül nevezetű Nazgul irányításával megpróbálják elpusztítani ezt a királyságot, persze nem sikerül nekik, de hatalmas áldozat árán, hiszen mind a két király, Dain, illetve második Bárd király elesik ebben a csatában, és csak az menti meg igazából ezt a királyságot, függetlenül, hogy milyen heroikusan és harciasan küzdenek, hogy ugye Sauron elbukik, és a sereg igazából meggyávul és visszamenekül, mert ugye vezérük is Kamul ugye elveszti hatalmát, és meghal. Ezen a képen pont lehet is látni, hogy
éppen a testét védő, Bárd testét védő, több mint 280 éves vaslábú Dáin, még mindig jól erősen vezetve fejszéjét, harcol egészen az utolsó lehelletéig. Ez a csata ez igazából azért is fontos, mert itt kb. 10 000 törp nézett szembe több mint 150 ezrelnyi hatalmas északi mordori sereggel, és fel tudta ezt a sereget tartóztatni, és el is tudta pusztítani, egészen akkor, amikor ugye megjelenik az északi tündesereg, Tandui király, illetve Celebrimbor segítségével, és ugye ez meg is semmisül ez a sereg. Ugye nem is kell bemutatnom ugye ezt a karaktert, ugye Gimli volt. Gimlinek a történetért azért is vettem ki ebből a sztoriból, hiszen Gimlit ugye annyira ismerjük, mint most már ugye a 13 több történetét, de azért ugye elmondom, hogy a gyűrűháború után ugye a Helmsurdok csillogó királyságát elfoglalja, mint ugye az első királya, és hatalmas új birodalmat hozott létre, és az összes ilyen tünde és ember királysága jó kapcsolatot ápol, és amikor meghal Aragorn negyedkor 130-ban vagy 120-ban ki hogyan veszi, akkor úgy dönt, hogy Legolasszal megy, és akkor át kell nyugatra, ahol az első törpként találkozhat megteremtőjével, istenével, Auléval, és elmondhatja, hogy mi is folyt középföldén, és saját szavaival elmondhatja Durinnak és a Hét Királyságnak a történetét, hogy ezáltal az ottani tündék és istenek megismerhessék teljes első szemből, hogy milyen is lehetett ennek a különleges fajnak a története. És itt véget is ér a történetem, mivel megpróbáltam időben befejezni. Hát köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy akkor itt voltatok, és együtt végigvezettük ezt a kis röpke 5000 évet. Köszönöm szépen, sziasztok! És még utóiratként, még mielőtt még ezt elfelejteném, mivel ugye a Gyűrűk Ura Cosplay Kunnak vagyok a tagja, ezért örömmel szeretnélek titeket meghívni a most ez évben, május 27-én Gyűrűk Ura Középfesztiváljának a második Bilbo születésnapjára, melyben különböző rendezvényeink lesznek, és a standunknál el is vehettek szórólapot, ahol megismerhetitek a részleteket, de lesznek gyerek, felnőtt programok, kvíz, ugyanúgy lesz shop, be lehet öltözni, ugyanúgy, mint itt találkozhattok szereplőinkkel, tündékkel, orkokkal, törpökkel, és amivel lehet, és ami a legfontosabb, és egyben a legjobb, hogyha tiszta időnk és jó időnk van, hogy ez a rendezvény ingyenes, és várunk mindenkit szeretettel. Sziasztok!